A legnagyobb dolog, amit kaptam végig-végig a pályámon, az a, mondom, a bizalom egyrészt, másrészt valahol, ha nem is lett sok esetben kimondva, az embereknek a szeretete. Én azt mindig érzékeltem és mindig visszakaptam. A közönségtől fantasztikus mértékben. Szívszorító emlékezni rá, múlt időben beszélni róla, hiszen itt van még közöttünk. Legalábbis azt hiszem, sokan így vagyunk vele. Olyan csendben és olyan finoman távozott közülünk, mint ahogyan élt. Pedig sztár volt, igazi színésznő. Mégis legtöbben a kedvességét, a finomságát, az érzékenységét idézzük, amikor Vicuskára emlékezünk. Ez foglalt név egyébként, azt hiszem nincs a magyar színész társadalomban egyetlen más, új vagy lehetséges Vicuska. Az Egri csillagok gyönyörű Cecei Évája Vence Elvera volt, alig 20 évesen játszotta. De hát már érettségi előtt is két filmszerepet kapott. Az édesapja a kicsi lányát olyan vers szeretetre, olyan a költészet iránti kíváncsiságra nevelte, és olyan gyakran vitte színházba is, hogy szinte magától értetődő volt, hogy színésznő lesz. Elsőre fölvették a főiskolára, Pártos Géza volt a nagyszerű pedagógus és rendező az első tanára, de hát Várkonyi Zoltán is nagyon hamar fölismerte benne a tehetséget, és alig, hogy elvégezte a főiskolát, már leszerződtette a Végszínházba. És amiként az Egri csillagok Cecei Évája, ő is a hűség, a magyarság és a tehetség megtestesítője volt, mindvégig ott maradt a Vígszínházban, eljátszotta a legnagyobb szerepeket, amelyeket kaphatott, amelyekben őt elképzelték, és amelyek szinte rá illettek. Amikor felidézem például a Néma Leventét, Heltai Jenő nagyszerű darabját, amelyben főszerepet alakított, és mi olyan bűvölettel figyeltük a színpadi játékát, vagy a Ványa bácsiban, és sorolhatnám a színházi szerepeit is, 91 színházi bemutató kötődik a nevéhez. És a Magyar Rádió nagyszerű korszakában is hihetetlen mennyi rádiójáték főszereplője volt. Sőt, hát emlékszünk a Magyar Televízió aranykorára is, amikor szinte sorozatban készültek a magyar irodalom színejavát megörökítő bemutató tévéjátékok. Ezek közül 10 év alatt 36 tévéjátékban játszott Vera. Ez a hihetetlen, vékony, madárcsontú, gyöngének tetsző, de ugyanakkor hatalmas munkabírású, és belülről izzó, égő, világító teremtés. Ahogy a színésztársaival beszélgettünk, mindenki úgy emlegeti, mint az egyik legkedvesebb kolléganőt, aki mindenkire figyelt, és aki a nagyoktól olyan csodálatosan, pontosan megtanulta azt, ami ráillik, ami ő maga. Hát Latinovics Zoltántól kezdve a 70-es, 80-as évek legnagyobb színészeivel játszhatott együtt, és mindig úgy mesélte, hogy ezek a közös munkák, ezek őt vitték, emelték, sűrítették benne a hivatástudatot, és ugyanakkor ő is vigyázott rájuk, mert rá is vigyáztak. A színpadon nagyon egyedül tudunk lenni veszélyes pillanatokban, és ő soha nem maradt egyedül, de soha nem hagyta egyedül a partnereit sem. Ami Tolnai Klári emlékházunkhoz, ő valami egészen megindító módon kötődött élete utolsó éveiben. Nem véletlen, hogy olyan sokan eljöttek, amikor a Tolnai Klári emlékdíjat ő kapta meg. Vence Elvera különösen hálás volt azért, hogy ha bárkinek eszébe jutott, és hogyha bárki nyilván tartotta azt, amit ő jelent a magyar művészeti életben, az ő hivatástudata, és ezt mindenképpen felülmúló kedvessége, emberi
gyengétsége, ami sugárzott belőle, ez mindenkit levett a lábáról. Varsányi Irén emlékgyűrűt kapott, Rutka Éva emlékdíjat, Ajtai Andor emlékdíjat, Páger Antal emlékdíjat, Harsányi Zsolt díjat, Bilicsi díjat, Szepes Mária díjat, csupa szakmai elismerést. És persze Jászai Mari és érdemes és kiváló művész díjat is, ő a Halhatatlanok társulatának tagja, megtisztelő és nagyon-nagyon jó számomra, mint az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke számára, hogy a Kazinczy díjat is átvette tőlünk azért a gyönyörű magyar beszédért, amellyel ő megajándékozott bennünket, és ahogy normát állított, ahogy példa volt minden megszólalásával. Az egyik megnyilatkozásában a színészi jellemről, a becsületről egy olyan egyszerű mondatot mondott, amelyet én egyfajta üzenetnek is érzek, és én magam is úgy érzem, hogy ezzel a mondattal kell lezárni a rávaló emlékezést, miközben tudom, hogy itt marad velünk, és nem csak a filmszalagok őrzik meg, nem csak a színházi emlékezet őrzi meg az ő alakját, hanem valóban a szívünkben is ott marad. A mi pályánkon létkérdés a becsület, mondta Vencel Vera. Hát hálásan köszönjük neki.